Köszöntöm nézőinket a Moson-Magyaróvári Városházáról. Egy különleges helyszín, nem szoktuk ebben a műsorban máshogy szerkeszteni műsort, általában hírek vannak, viszont most egy picit különleges helyzet állt elő Moson-Magyaróváron, illetve a környékén, és köszöntöm házigazdánkat, Nagy Istvánt, aki polgármester még ezekben a napokban, de június 30-ától lemond erről a tisztségéről. Egy picit korábban, mint kellett volna, hisz az önkormányzati választásokig maradhatott volna polgármester, de megtisztelő feladatot kapott, államtitkár lett a Földművelésügyi Minisztériumban. Ha lehet mondani, nem is akármilyen, hiszen parlamenti államtitkár, ettől a ciklustól a miniszter helyettese. Majd ezt kifaggatjuk, hogy ezek mit is jelentenek, de én hadd kérdezzem meg elsőként, hogy 1967. október 6-án vajon gondolt-e édesanyja, amikor kézbe vette ezt a tiszteletű gyereket? Tisztelettel köszöntöm én is a nézőket. Nem hiszem, hiszen szerintem örült, hogy túl van azon, hogy én a világra jöttem. Nem, hiszen az a környezet, ahol én születtem, egy egyszerű kis tanya, ott Debrecen mellett, Újfehérton, nem hiszem, hogy lehetett ilyen gondolat, sőt, egészen biztos vagyok benne, hogy nem volt, és szerintem ez a természetes. Elég hosszú út vezetett, mozgalmas évek az államtitkári székig. Mi az, amit otthonról hozott polgármester úr, államtitkár úr, hiszen azért minden embernek az életét meghatározza az, hogy milyen családban és milyen környezetből jött. Ez így van, és az egyik legfontosabb szabály, hogy nem szabad elfelejteni, hogy honnan jön az ember. És nem szabad elfelejteni azt, hogy ki volt, és hogy hogyan nevelték. Mert az élet ma hozhat nagyon jó dolgokat, és holnap már az egész ködbe vész. De az embernek annak mindig maradnia kell, lehetőleg minden pozíciójában, vagy az élet minden helyzetében ugyanannak. Én erre törekszem. Ott, ahol én fölnőttem, nekünk nem volt tévénk. Ez azzal járt együtt, hogy egyrészt nagyon sokat olvastam, mert azért az embernek a kalandra kellett, másrészt nagyon szerettem hallgatni az idősebb emberek beszélgetéseit. Tehát a világot én ezek idős emberek beszélgetéseiből fedeztem föl gyerekként. Hiszen mind a dohánytermesztésnek olyan fázisai, a krumplitermesztésnek olyan fázisai vannak, ahol összeülnek az emberek, és jobb szórakozás híján, míg simítják a dohányt, vagy csomózzák, vagy fűzik, éppen attól függ, hogy milyen időszak van, beszélgetnek. És a település történetét, az ő életük történetei ugye ott mindig előttek, és én ennél színesebb kalandokat nem láttam. Nekem ezekből az időszakokból nagyon sok olyan élményem van, olyan emlékem van, ami óhatatlan az ember életéből, hogy kitűz karókat. Tehát, hogy mik a normális, mi a normalitás, mik az a társadalmi elvárások, mik azok, amik nekem fontosak. Azok ezekből a beszélgetésekből, és hát természetesen az a család, ahol én főnőttem, három fiú gyermek voltunk mi együtt, és megvoltak a magunk szabályai, hogy hogyan lesz ebből egy működő család, hogyan kell összetartani, hogyan kell élni, mi a rendje. Tehát csak ilyen egyszerű példát, hogy mondjak, azért olyan összetartó család voltunk, hogyha vasárnap nem voltunk templomban, mert valamilyen problémája volt, vagy valakivel valami történt, az biztos, hogy nagyapám ebéd után már átjött, és megkérdezte, hogy csak nincs valami baj. Tehát ott mindenki mindenkiről mindig mindent tudott, egy közösség volt, tehát volt egy kis család, egy szűk családi kör, ahol azért nagyon kemény szabályok szerint éltük az életünket, és aztán természetesen egy tágabb társadalmi család, maga a település, hiszen akkor még faluként az teljesége így funkcionált. Sőt, mert 7 éves koromig éltünk tanyán, a tanyai közösség az pedig kifejezetten családi közösség volt, hiszen kisgyerekként tudtam, hogy hol nyílik az első, vagy hol érik az első cseresznye, melyik fán, melyik szőlő az, amit meg kell keresni, vagy kifőzött finomabbat, és akkor oda mentünk be, és ott kértünk annak idén enni. Vagy nagyon izgalmas dolog, hogy a tanya kútja, a mit tanyán kútja volt olyan ivóvíz, hogy ott álltak meg a határba jövő parasztok itatni. Az is egy külön történet, hogy ők ott mit meséltek, miről beszélgettek. Tehát ez mind-mind egy jellemformáló, mind-mind egy
személyiségalakító forma és lehetőség volt abban az időben. Ugorjunk nagyot az időben és a térben, és ha már a vízről volt szó, akkor Mosonmagyaróvár egyik friss sikere, szó szerint a friss víz. Ez hogyan indult? Ez is egy nagy vállalkozás gyakorlatilag, hiszen itt ülünk vagy állunk azon a kincsen, ami Európa legnagyobb vízbázisa, és ráadásul egy kiváló, csodálatos minőség. És ez mióta város élén vagyok, és eltöltöttem ezt a 8 évet, ez igazából az egyik nagyon pozitív döntés volt akkor, amikor mertük meglépni azt, hogy ezt a vizet palackozzuk le. Minden ellene mondott, minden ellene beszélt, hiszen a piac nagyon zárt, óriási monopóliumok vannak rajta, és egy kisváros, kis vízpalackozójával ebbe a dologba betörni. De a jó döntés az volt, hogy megtaláltuk azt a szegmenst, ahová mi beférünk. Hogy mi nem aprózzuk el, nem ócsítjuk el, hanem azt mondjuk, hogy igen, a legdrágább, mert a legjobb. És ehhez a két elfhez gyakorlatilag ragaszkodtunk is, és ma már stabilan áll, stabil piaci lábakon áll, maga a vízpalackozó is, maga a szigetközi friss víz, és én nagyon remélem, hogy a következő évtizedekben, a következő 1 vagy 2 évtizedben olyan szintre növi ki magát, hogy a város egyik tartó oszlopává válhat maga a vízpalackozás. A városnak az a funkciója többek között, hogy a térség életének a motorja legyen, akár kulturálisan, akár gazdaságilag, és ez azért a rendszerváltoztatás után nem volt feltétlenül így, hiszen a cégek, a külföldi cégek nem Mosonmagyaróváron telepedtek meg elsősorban, hanem a környező településeken. Viszont Mosonmagyaróvár az utóbbi években talán mondhatjuk, hogy kezdi visszaszerezni azt a lehetőséget, azt az erőt, amit egy városnak jelentenie kell és jelentett, ami persze mindig kihatással van a környezetére is és a térségi településekre. Melyek azok az elmúlt 4+4 évnek, hiszen 4 évig alpolgármesterként vett részt a város vezetésében, 4 évig polgármesterként, amelyek döntések nem csak Mosonmagyaróvárt erősítették meg, hanem kihatással voltak azokra a településekre, amelyek ugye természetes vonzás körzete a járást alkotják. Ez egy nagyon fontos szempont és döntés volt még alpolgármester időszakomból, hogy a városnak kell, hogy legyen saját ipari parkja. Hiszen csak az a város tud aztán hatással lenni a környező településekre, csak akkor tud valódi járásszékhely lenni, csak akkor tud meghatározó lenni, ha valódi gazdasági ereje is van. És ez volt az első lépés ahhoz, hogy Mosonmagyaróvár erőt gyűjtsön ahhoz, hogy be tudja tölteni a járás központi szerepét. Ez az alpolgármesteri időszakból is, ahogy elindult, és aztán a polgármesteri időszakomban, ahogy véglegesen betelepült, az ad egy olyan lehetőséget Mosonmagyaróvárnak, hogy valóban vezetője lehessen ennek a térségnek. Aztán nagyon fontos szerepe van annak, hogy eltörölték a város adósságát. A kormányzati döntéssel a tavalyi esztendőben, vagy idén tavaszra sikerült az, hogy teljesen eltörölték Mosonmagyaróvár adósságát. Ez adott egy olyan szabadságot a városnak, adott egy olyan anyagi mozgásteret a városnak, amely valóban be tudja tölteni azt a térségintegráló szerepet, amire ez a város hivatott. Hiszen azért itt egyik részről gazdaságról beszélünk, de nagyon fontos oktatási centrum Mosonmagyaróvár a középiskoláival, meghatározó szellemi kultúrát sugároz, és természetesen az egyeteme. Ez az oktatási rész, de mindenképpen nagyon fontos szerepet tölt be a kulturális élet terén. Hiszen sikerült, és erre nagyon-nagyon büszke vagyok, mert ez nagyon fontos volt nekem, hogy a város kulturális életét erősítsük meg úgy, hogy az a 80 ezer ember, aki térségileg hozzánk kötődik, annak tudjunk olyan mintát, tudjunk olyan szórakozást biztosítani, amit megérdemelnek az itt élők. Hiszen teljesítményükkel, munkájukkal valóban sokat letesznek az asztalra, akkor kell ennek a városnak valamit visszanyújtani. Persze örök küzdelem, hogy ez, amit adunk, visszaadunk, ez egy, hogy is fogalmazzak, hogy milyen színvonalú legyen ez a kultúra. És én azt gondolom, hogy egy járásközpontnak, egy térségi vezetőnek meg kell mutatni itt is, hogy mi a prémium. Meg kell mutatni a legjobbat. Mert megérdemlik egyrészt az itt élők, meg másrészt a más színvonalú, más típusú kulturális élményeket meg tudják szerezni az emberek máshol is.
de itt a városban szükséges volt az, hogy valóban a Szent István napok úgy nőjék ki magukat, és lehetne sorolni tényleg a rendezvényeket, amik jönnek sorban, mert tényleg olyan minőségben és olyan nívóban állnak az emberek rendelkezésére, és olyan széles rétegben. Mert van, aki a könnyű zenét szereti, van, aki a komoly zenét szereti. És az, hogy amilyen kiállítások kerültek a városba, hogy a komp, mint művészeti panoráma elindult, és ahogy bevonzotta nem csak Magyarországról, hanem a Duna másik oldaláról is, Felvidékről a művészeket, és együtt tudnak a 20-25 művész évente kiállítást csinálni, ez is abszolút példaértékű és működik. De ha csak az írott vagy nyomtatott sajtót nézzük, a Széljárás című folyóirat országosan híres lett, mert annyira hiánypótló szerep, hogy a határmenti településeken, a határmenti magyarság, és hát természetesen itt Szigetköz, vagy a Kisalföld Kutaisi életének egy folyóirata abszolút hiánypótló és abszolút névő. És nagyon büszkék is vagyunk arra, hogy ezek a dolgok meg lesznek. Ez a kulturális részre végtelen fontos dolog. A harmadik pedig, hogy a környezetünk milyen legyen. Tehát egy városban élni egyfajta patina. Egyfajta büszkeséggel kell eltölteni az embereket. És az, hogy a parkjaink szépek legyenek, a tereink szépek legyenek, és ahogy emlékeznek a kedves nézők, ahogy a folyópartjainkat most tesszük rendbe, hogy ez egy élhető, szerethető város legyen. Mert egy városi polgár nem akar szemetes utcán járni, napraforgóval vagy csikkekkel teleszórt utcán botorkálni, hanem igen, ragaszkodik ahhoz, és jár is neki, hogy az tiszta legyen, hogy gyönyörűen nyírt gyep legyen, és hogy virágosak legyenek a parkok, és tisztaság legyen. Na, ezeket megcsinálni. És akkor természetes ezzel jár együtt, hogy az útjaink állapota olyan legyen, a járdáink állapota olyan legyen, hogy a kerékpárutakat tudjuk továbbfejleszteni, de ezt nyilván nem lehet egy csapáson mindent megcsinálni, hanem látni kell az irányt, hogy honnan, hová szeretnénk menni, hogy milyen lépéseket fogunk tudni tenni. Aminek igazából örülök, hogy sikerült azt az alapelvet követni, hogy tudtuk azt, hogy mindenre nincs pénzünk. De hogy amit megcsinálunk, arra figyeljünk úgy, mint puzzle illeszkedjen aztán a nagy egészbe. Tehát annál rosszabbat elképzelni nem tudok, mint egyik évben súlyos pénzeket költünk valamire, amit a következő éven el kell bontani, mert oda valami más lesz. Tehát a puzzle darabok azok a helyén legyenek, és akkor szépen tudunk menni. És ez nagyon szépen rajzolódik ki most az útépítésekben, az idei tervekben is, ahogy az utakat elkezdjük építeni most a nyáron, a fagyokig gyakorlatilag 21 néhány utat meg tudunk még csinálni. Szervesen illeszkedik a forgalom arányosan, a teherbíró képességen, a romlottsági állapotukba beillesztve. Tehát egy szerves folyamat mindaz, aminek gyakorlatilag menni kell. Én azt gondolom, hogy gazdasági, oktatási, kulturális, környezeti részen teljesen rendben vagyunk. És van egy újabb terület, ami szerintem óriásit változott. Sőt, szavakkal elmondani nagyon nem is lehet, mert sok 100 millió forintot jelent, ez a sport. Tessék megnézni, hogy mit fejlődött, hogy hol tartottunk 8 évvel ezelőtt. Hol tartottunk akár csak 4 évvel ezelőtt. Ha kimentünk a Wittmann Parkba, mi volt ott, milyen környezet, és mi van most. Hogy mennyi sikerült az atlétikával létrehozni, hogy hol tart a labdarúgás, hogy megvalósuló sportcsarnokról beszélünk, és a építkezés kezdeténél tartunk, ami szintén egy olyan városi álom volt, amire nem is gondoltunk, hogy meg tud történni. Milliárdos fejlesztéseket fordítottunk rá. Azt hiszem, hogy ez megint csak egy olyan dolog, ami konkrétan jellemezte ezt az elmúlt éveket, a vezető időszakomat arra, hogy hová jutott ez a város. Azt hiszem, hogy ez muszáj volt megemlíteni. Ja, a foci utánpótlás mellett a kézilabda is lassan megtelepszik városunkban, egyre közelebb van az, hogy az Etónak a B csapata, egy NB1-es csapat itt legyen Moson-Magyaróvár színeiben, most ez már itt is van, tehát igazából csak az első sípszót kell megvárni. Itt van a Moson-Magyaróvári Atlétikai Klub, szintén az utánpótlás nevelés, tehát több százan sportolnak gyerekek. Erre miért van szükség arra, hogy ennyi ember, hogy a sportra egyáltalán, hiszen az utakat említette polgármester úr, 21 út van, a kedves nézők valószínűleg másik 42-t tudnának mondani, amiket meg lehetne csinálni. De mire megcsináljuk a 21-et vagy a 42-t, addigra lesz másik 50. És ez az élet rendje, és itt egy nagyon fontos dolog, és ezért álljunk is meg egy pillanatra.
Amikor én, és ez egy nagy tanúság volt az én életemben is, amikor alpolgármester lettem, vagy aztán amikor polgármester lettem, akkor azt gondoltam, hogy az a valami, hogyha építünk, ha föl tudjuk mutatni, hogy hogyan, mint mai napig is tényleg büszke vagyok arra, hogy az összes intézményünket sikerül megújítani energetikailag, hogy bármerre megyünk a városba, felújuló, megújuló, szépülő épületünk van. Tényleg jó érzés is. De úgy, ahogy az útjaink elromlanak, ahogy a házaink leromlanak, tehát a materiális dolgok, az anyagi dolgok hajszolása, vagy ennek a előtérbe helyezése nem mindig helyes, és nem mindig jó. Vagyis azt kell mondjam, hogy nem lehet csak azt, hanem legalább annyira kell foglalkozni azon dolgokkal, amik nem materiálisak. A kultúrával, a sporttal, az egészségügyel, mert aztán ezek az értékek. Mert mit tudunk nyújtani a gyerekeinknek? Tudjuk azt az élményt nyújtani, hogy találkozik világhírű együttesekkel, világhírű művészetekkel, hogy módot adunk és esélyt neki arra, hogy sportolhasson, hogy akármilyen gazdasági környezetű családból jön, esélyt kapjon arra, hogyha sportol, akkor ki tudjon törni. Hogy az iskoláinkban az öveges labor felszerelésével, vagy az iskoláink infrastruktúrális fejlesztésével elő tudjuk érni azt, hogy akármilyen szegény a kiskölök, de ha jól tanul, akkor ki tudjon törni abból a környezetből. És itt akár magamról beszélek. Semmilyen esélyem nem lett volna. Semmilyen esélyem nem lett volna az életbe, ha nem veszem komolyan azt, hogy tanulni kell. És ez nagyon hálás vagyok anyukámnak, hogy ezt állandóan mondta. Hiszen ők megérték azt, hogy volt sok földjük, elvették, földön futók lettek. Hogy semmilyen anyagi dolgaik nem maradtak, mert amit még eldugtak az adóbeszedők elől, azt is föltúrták és elvitték. Tehát tényleg ott maradtak is a éhenhalás és a nem halás között vegetált a család. És ekkor mondta mindig anyu, hogy mindent elvehetnek az embertől, de azt, amit megtapasztalt vagy megtanult, azt nem. Tehát ennek a biztosítása legalább olyan fontos, mint 100 utat megépíteni. Mert az a 100 útból majd 200 lesz, amelyik elromlik, mert aztán elromlik. De amit meg tudunk tanítani, amit versenyképes tudásból oda tudunk adni a gyereknek. Ha tudunk olyan infrastruktúrát a labdarúgásba biztosítani a gyerekeknek, hogy ők lesznek a jövő messziei vagy Ronaldói, teljesen mindegy. Csak legyen, akarjon, kapjon lehetőséget. A kézilabdába, hogy sportolson, vagy akár a kosárlabdába, vagy akár az atlétikába, hagy szóljon. Legyen lehetősége a gyereknek. És azt kell mondjam, hogy valóban az az élmény, hogy eljön egy, akár az Ákos, akár a táncszínház, és látunk egy világszínvonalú produkciót, soha senki nem tudja elvenni tőlünk. És lehetünk szegények, lehetünk gazdagok, az az élmény a lelkünkben olyan változást tud előidézni, amit nem tud más. Amit nem biztos, hogy boldogabbak leszünk, hogy 2 forinttal többünk van. Hanem attól az élménytől, és igazából az fog ránk hatni, hogy ez a dolog meglegyen. Ezért rettenetesen fontos, hogy a anyagi, materiális javak mellett a szellemiekre is, a kulturális sport és egészségügyi értékeinkre is nagyon figyeljünk oda. Kistérségek létrejöttek, annak elnöke volt, aztán megszűntek ezek a kistérségek, létrejött részben a járás helyette, másrészt lehetőség volt továbbra önkéntes alapon térségi társulásokat szervezzenek a térség önkormányzatai. Ugye több minden fenntartása, főleg a szociális szférában hozta szükségességét, ennek volt ön az elnöke. Milyen hangulat uralkodott itt, mennyire tudtak a településvezetők együtt dolgozni, hiszen a lélekszámot tekintve, gazdasági erejüket tekintve, azért különböző településekről van szó, akár a szigetközi oldalt nézzük, ott is mások a problémák, mint a Mosoni síkon, demográfiát, tehát akármit nézzük, mindegyikbe tudunk, azért nem egy homogén környezet. Ez így van, és ráadásul még nem is gondolkoztunk mindig egyformán, mert más meggyőződéssel, más világnézettel is ültünk itt. Ugyanakkor sikerült egy nagyon fontos dolgot elérnünk, azt, hogy ezért a térségért mindnyájan felelősek vagyunk. Sikerült megértetni minden polgármester kollégámmal azt, hogy olyan nincs, hogy Moson-Magyaróvár csak Moson-Magyaróvár sikeres. Vagy éppen csak Moson-Magyaróvárnak nem sikerül. Mert ez a térség akkor erős, ha a leggyengébb kicsi települése is boldogulni tud. És a nagy közösségnek feladata, hogy odafigyeljen a legkisebbre is, mert csak akkor sikeresek. És nekem ez egy életre szóló élmény volt, amikor a kistérségi társulásokat törvény szerint meg kellett szüntetni, és nálunk itt automatikusan természetes volt, hogy társulásban folytatjuk tovább. Pedig már nem volt kötelező,
hanem önkéntesen mi vállaltuk, hogy közösen a szociális téren, családsegítés terén mi közösen fogunk tovább menni. És aztán az élet abszolút igazolta is a döntést, sok 10 millió forinttal plusz tudtunk szerezni ezen ellátásban, sokkal szorosabbra tudjuk fűzni a szociális hálót, tehát működik. Nagyon fontos volt nekem, hogy sikerült megéreztetni polgármester kollégáimmal az együtt döntések, a közös sikereknek az ízét. És igaz, hogy másként látjuk a világot néhányan. Igaz, hogy másként gondolunk sok mindenre, de sikerült a térség dolgait szinte 99%-ban mindig azonos szavazattal egyhangúan meghozni ezeket a döntéseket. Ez egy nagyon-nagyon jó élmény, hogy közös felelősséggel tartozunk, és én nagyon remélem, hogy ez elkíséri továbbra is ezeket a településeket, mert az a legérdekesebb dolog, hogy Mosonmagyaróvári szempontból nézve egy kis település 5 millió forintos problémája, az nekünk elenyésző bagatel. És azt kell megérteni, hogy annak a kis településnek létkérdés. Mert a számunkra az ő kis problémája, neki az a legnagyobb probléma. És ő nem álmodozik 100 milliókról és milliárdokról, neki ott néha 100 000-es problémák vannak. És abba kell segíteni, és azt kell úgy összehangolni, hogy ezek a kérdések együtt menjenek. Mert meg kell tanulnunk azt, hogy együtt vagyunk, vagy sikerre, vagy bukásra ítélve. És az, hogy most mondjuk a 13 milliárdos fejlesztés zajlik a Sziget közben, hogy település mérettől függetlenül szépen csinosodnak, élhetővé válnak a szigetközi tájaink, végtelen fontos dolog. Mert az idegenforgalom, a turizmus az az élhető tájat, a szép rendezett tájat szereti, és jönnek is, és ebből profitálni kell. Ugyanakkor itt van a mosoni sík térsége, ahol pedig a gazdasági potenciált kell fokozni, hiszen itt arra vannak berendezkedve, úgy is hozta a történelmi fejlődés, itt vannak a gyárak, a munkahelyek, és ezt biztosítani is kell továbbra is az itt élőknek, hogy megfelelő munkahelyet találjanak. Tehát minden településen azt, amire éppen szükség van. És az a szerencse és az a jó, hogy olyan együttműködés alakult a járásba, hogy megerősödött Mosonmagyaróvár szerepe ebben. Nem akart Mosonmagyaróvár, és ez nekem nagyon fontos volt, nem akart Mosonmagyaróvár a többi település kárára előnyökhöz jutni. Néha kellett azt mondani, hogy igen, akkor mi most egyet hátrébb lépünk. Mert a körülöttünk lévő települések fejlődési sikere, az óhatatlanul segítette Mosonmagyaróvárét is. Hiszen egy turista vagy egy befektető, amikor eljön Mosonmagyaróvárra, nem csak Mosonmagyaróvárra akar jönni, hanem akkor természetesen kimegy a környezetbe, kimegy a környező településekre. És hogyha ott rossz állapotokat látna, akkor hiába mutatnánk itt mi csillivilli dolgokat, nem tudnánk itt tartani. De így egy olyan egyenletes gazdasági fejlődést vél, egy olyan polgáriasodott kultúrát lát és életteret lát, ami miatt szívesen jön, és ezért van az, hogy mind Magyarország területéről, mind külföldről nagyon sokan választják városunkat, hogy itt szeretne élni, itt szeretnének élni, és ez abszolút a város előnyére van. Az elmúlt hónapok, vagy fél év, egy év országos sajtójába is bekerült országgyűlési képviselőként, mint a zsebszerződések ellen fellépő törvény. Ugye május 1-ével megszűnt az a moratórium, amelyet kapott Magyarország az Európai Unióba való belépéskor, tehát hogy külföldiek földet vásárolhatnak el. Ez már egyenes út volt az államtitkárság felé, vagy így utólag visszanézve, hogy zajlottak ezek országgyűlési képviselői munkájából? Talán ezt érdemes kiemelni, hiszen ennek volt jelentősége. Igen, ennek én voltam a kezdeményezője, és ugye ez Mosonmagyaróvárhoz köthető, hiszen az az első, az alakuló tárcaközi bizottság ülése az itt volt Mosonmagyaróváron, és ez a városháza díszterme adott ennek otthont. És ez olyan jó dolog, hogy mindig minden nagy dolog a város életében tényleg onnan kezdődik, mert a házasságkötésünk is ugye mindenkit általában oda vonz. Érdekes volt, az Audi kézilabda csapata is idejött, és innen indítottuk el a tárgyalásokat és az együttműködéseket, és ez a tárcaközi bizottság is valóban innen kezdődött. Nem volt ennek semmi köze az államtitkársághoz, vagy nem államtitkársághoz, hanem igazából a képviselőséghez. Ahhoz, hogy az embernek azzal tisztában kell lenni, hogy a föld
érték, a legfontosabb értékünk, a nemzeti szuverenitásunk része. Nem lehet vita az, hogy ezt magyar kézbe kell tartani, vagy nem kell, hogy ez Magyarországhoz kell tartozik, vagy nem. Ehhez való fellépés, ez abszolút képviselői feladat, és én ezt nagyon nagy örömmel még a mai napig is teszem, hiszen ez folyamatában tart. Most van a puding próbája, az evés, úgyhogy, és az természetesen egy nagyon nagy ajándék, vagy nagyon kegyes a sorstól, hogy ezt most a kormányzati pozícióból tudom tekinteni, és tudom irányítani, tudom felügyelni. Ez így egy nagyon szép és nagyon nemes kihívás az életemben. Mi a feladat államtitkárként, hisz parlamenti államtitkár, politikai államtitkár, kormány tagja, sokkal inkább, tehát miniszterhelyettes, ezből mik következnek, milyen feladatok? Ebből sok feladat és sok felelősség következik. Nagyon sokrétű és nagyon embert próbáló. Nyugodtan mondhatom, hogy eddigi életem legnagyobb kihívása itt megfelelni, mert a mezőgazdaság a vidékfejlesztéssel együtt egy nagyon sokrétű feladat, és én ezt nagyon örömmel csinálom. Én jeleztem, hogy nem Budapesten kívánok élni, hanem továbbra is innen szeretnék bejárni. Ez sokkal nehezebb, de nekem az végtően fontos, hogyha kimegyek a piacra, kimegyek az utcára, akkor aki jön szám, azt mondja, hogy te Pista, figyelj csak, van itten valami. Mert azt a hangot, ami a te Pista után következik, hogy az emberek mondanak, azt kell megjeleníteni kormányzati szinten, törvényalkotásban. Mert az az embereket foglalkoztató probléma. Nem lehet, hogy budapesti elefántcsontoronyba elszigetelődünk az emberektől, nem ismerjük meg a valós véleményeket, hanem csak elkezdjük képzelni, hogy mi kellene az embereknek. Az nagyon nagy hiba lenne. És én ezt főleg így, hogy valóban a vidék hangjaként szeretnék a parlamentben, illetve a kormányban megszólalni és tevékenykedni. Szükségem van ahhoz, hogy ez a dolog így működjék. És hála Istennek működik is. Tehát nagyon jó érzés, falunapoktól kezdve bármilyen rendezvényen ott lenne az embereknek. Csodálkoznak, hogy államtitkárként is itt vagy. Igen, mert én eddig is a képviselői munkámat úgy igyekeztem szervezni, hogy együtt lehessen örülni, és együtt lehessen sírni, hogyha kell. Ha árvíz van, vagy ha ünnep van, akkor is a képviselőnek ott van a helye az emberekkel. Mert a véleményeket, a kéréseket, vagy éppen a panaszokat, azt ott lehet helyben meghallani. Sokkal egyszerűbb, sokkal autentikusabb, mint irodákban messze a valós problémától mindezt megbeszélni. Ez belefér egy államtitkár idejébe? Ez Budapest is messze van, feltételezhetően azért papírmunka is hárul az államtitkárra, bár az internet világában, az elektronikus ügykezelésben e-maileket küldözgetve talán egy részét el lehet hárítani, viszont azért nem egy 80-100 ezres körzetet kell képviselni, hanem Baktalóránt házára is éppen el kell menni az államtitkárnak. Van egy Galgóczi könyv, egy kis regény, az úgy szól, hogy ez a hét még nehéz lesz. Az ember mindig azt gondolja, hogy a következő hét majd könnyebb lesz. Nem az. Be kellett látnom, azt gondoltam, hogy polgármesterként és képviselőként már nem lehet többet dolgozni. És még mindig kell többet dolgozni, mert ez a feladat, ez még komolyabb kihívás. Hiszen eddig csak a város és a térségben kellett mozogni és ott kifejteni a tevékenységet, most viszont egy ország. Sőt, ugye mi a Magyarországot nemzetközi szinten is képviselni kell, most már nemzetközi szinten is, nemzetközi szintére is kell menni. Nehéz, de ugyanakkor szervezés kérdése is, hogy ez a dolog meglegyen. Nyilván könnyebben, hatásosabban tudok érdeket érvényesíteni kormányon belül, hiszen az ember ott van a döntéshozókkal egy asztalnál. Könnyebben meg lehet beszélni, könnyebben meg lehet a dolgokat oldani, de mindenképpen nagyon nehéz. De úgy kell szerveznem, és úgy is szeretném, hogy péntek, szombat, vasárnap az mindig itthon legyen, és hogy olyan ne fordulhasson elő, hogyha bármelyik választópolgár megcsöngeti a telefonomat, ne legyen valaki, aki azt fölvegye, és meghallgassuk, hogy milyen gondja, milyen baja van. Mert erre szerződött, ez az alap. Ha ez nincs meg, akkor az egész mutatvány összedől, mert erre épül föl minden. Ha ez a kapcsolat a választópolgárok Mosonmagyaróvár és térségével való összekötetés elveszik,
akkor hiába van az ember akármilyen magasan, az egész összeúl. Tehát erre az alapra én nagyon szeretnék vigyázni, mert ez az a stabil alap, ami akármilyen földrengés vagy bármit túl tud élni ahhoz, hogyha ezt az alapot mi jó erősen megépítjük. Két felnőtt gyermeke van, tehát legalábbis az életkorukat tekintve. Mit szólt a család, mit szólt a felesége, hisz ahogy említette, képviselőként, polgármesterként is gyakran járta a térséget, rengeteg rendezvényen ott volt. Gondolom, az se lehetett könnyű a családi élet összetartásában, és talán ezért is mondtam, hogy felnőtt gyermekekkel talán egy picivel könnyebb, bár talán jobban is aggódik az ember, ha messzebbre kerülnek. Mit szól a család egy... Ugye, hogy a apa vagy a férjem államtitkár lett, ezt gondolom azért büszkeséggel tölti el, de hát azért ez a rengeteg idő máshogy beosztani, más feladatok egy ország, egy Európa? Ezt én őszintén megmondom, hogy nem felhőtlen öröm van a családban emiatt, hiszen még nehezebb beosztani az időt, még jobban oda kell figyelni arra, hogy együtt kell lenni, mennyi időt tudunk együtt tölteni. Nehéz. És muszáj úgy szervezni, hogy azt az alapot, amit a család jelent, azt az ember megőrizze. Mert ha azt földúlja, akkor megint csak talajt veszített, és megint csak hátrányba kerül. Nem lehet. Tehát ennek a megszervezése, megélése, ugye ez most van kipróbálóban. Tehát most még, most áll be a minisztériumi rendszer, a kormányzati rendszer, nyilván most jön majd a parlament leállása, megint csak egy más folyamatok, de ezt úgy kell valahogy szervezni, hogy a kecske is, meg a káposzta is valahogy meglegyen, mert az egész nem ér semmit, hogyha az ember a családját maga mögül elveszti. Mire számíthat Mosonmagyaróvár, mire számíthat a térség, a választókerület államtitkár úrtól, aki ugye természetesen országgyűlési képviselőként továbbra is tevékenykedik? Természetesen. Én nem tudok mást felajánlani a térségnek, csak azt, amit eddig, hogy számíthatnak rám bármiben, bármilyen kérésben, és amíg erőm, tehetségem engedi, én ezt a térséget szolgálom. Szolgáltam akkor, amikor még egyetemi oktató voltam, vagy kollégmigazgató voltam, vagy csak sima települési önkormányzati képviselő, aztán alpolgármesterként is, és aztán országgyűlési képviselőként. Ahová állít az élet, annak a feladatnak szeretnék megfelelni. De egyet az embereknek soha nem szabad elfelejteni, hogy honnan jött, mert az ad egy olyan biztos hátteret, hogy tök mindegy, hogy ez Mézes Pista, tök mindegy, hogy polgármester Nagy Pista, egy számít, hogy az ember, most éppen mint Nagy Pista, akár államtitkárként megmaradhasson, és az emberekhez közel legyen, mert akkor a dolgok teljesen rendben vannak. Államtitkár úr, köszönjük a beszélgetést, kedves nézőinknek pedig a figyelmet, viszontlátásra!